A tavaszi és nyár elejé háromronyvai és borsvai árvíz jelentős károkat okozott Sátoraljaújhely városában, magántulajdonokban és önkormányzati tulajdonokban egyaránt. Az önkormányzati tulajdonú közterületek és középületek közül több megrongálódott az árvizek során. A sportcsarnok, az úszoda szenvedett nagyon komoly károkat, a gépészete például, de ezen kívül a park, az utak, a járdák alapjai mosódtak alá. A károk enyhítésére a város önkormányzata Viszmajor pályázatot nyújtott be az illetékes minisztériumhoz, melyekkor 150 millió forintos előleget ítélt meg a városnak. A pályázat elbírálásának azonban most született végleges eredménye, mely negatív eredményt hozott Sátoraljaújhelynek. Még a 150 millió forintos előleget is soknak tartották a szaktálca, és így 111 millió forintot kér vissza az előlegből, magyarul ebből a pályázatból 40 millió forintot ismer el. Ezen kívül védekezésre és más tevékenységre egy durván 20 millió forintot kaptunk, és még egy pályázatunk van bent, tehát nagyjából 10 millió forint az összeg, amit elnyerhetünk. Így nagyon nehéz helyzetbe került Sátoraljaújhely város és annak költségvetése, mondta el a polgármester, hiszen a megkapott előleget természetszerűen felhasználták már a károk helyreállítására. Tettük ezt annak biztos tudatában, hogy miután ez csak egy előleg, az igazi pályázati forrás, ez még csak ezután fog ide érkezni Sátoraljaújhelybe. Arra álmomban nem gondoltam, hogy nemhogy nem érkezik újabb finanszírozás, hanem még vissza is kell fizetni. Akik itt élnek, akik itt dolgoztak, akik itt voltak a gátakon, azok látják, hogy milyen gigászi küzdelmet vívtunk, és hogy milyen károk keletkeztek. Én azt hiszem, hogy itt az elbírással vannak problémák, és azt hiszem, hogy minden követ meg fogunk mozgatni annak érdekében, hogy egyértelművé tegyük, hogy ezek a károk valósak, és el kell, hogy ismerjék. Szamosvölgyi Péter hozzátette, hogy ennek tükrében nincs más választása az önkormányzatnak, mint hogy saját szemszögéből újra összeállítson egy dokumentumot, mely tételesen kimutatja a keletkezett károkat, azoknak a valós értékét, szemben azzal a kifogássorral, melyet a Viszmajor pályázat kapcsán leírtak a minisztériumban. Mi bizonyítani tudjuk a TV felvételeivel éppen, vagy a fénykép felvételekkel, hogy igenis itt nagyon komoly károk keletkeztek, amely még ha csak a 70-80%-át is ítélik meg a költségeknek, akkor sem elégséges, hogy mindent helyre tudjunk belőle állítani. Hát még így, hogy még az előleg is kétharmad részben visszavonásra kerül.